A Kanizsa TV kulturális magazinját látják, köszöntöm Önöket! Mai karcunkban egy válogatással búcsúztatjuk az új évet, tartsanak velünk a következő fél órában. Színes vallomások. A nyáron megalakult belső világunk festőközösség szeptemberben nagyszabású kiállításon mutatkozott be a szélesebb közönség előtt. A 7 tagot számláló csapat színek, technikák és stílusok kavalkádját vitte el a Hevesi Sándor Művelődési Központ Ősze András galériájába. A magyar kultúra lovagja Lengyák István köszöntötte a lelkes alkotóközösséget és a szép számban megjelent érdeklődőket. És hódolunk a képzőművészet, ezen belül a festészet különböző technikái és stílusai előtt, elidőzve Erményi Erzsébet, Farkas Anita, Landi Vivien, Németh Gyula, Szabó László, Teveliné Rezsőfi Gyöngyi és Varga Bibel József, vagyis a belső világunk festőközösség tagjainak képei, kompozíciói, színharmóniái. A belső világunk festőközösségnek nem csak első tárlata, de a csapata is eklektikus. Szabó László például hosszú kihagyás után nyugdíjas éveiben kezdett el újra a festészetnek hódolni. Fiam egy alkalommal azt mondta, olvasott valahol arról, hogy a festészet nagyon jó idegnyugtató, hogy 70 év után. Ez a bogarat beletett a fülembe, és elkezdtem foglalkozni abszolút autodidakta módon. Hamar rájöttem, hogy persze ez kevés. Kendi Majorba jártam ki neves festőművészek, amatőrök részére adott kurzusára, és nagyon jó volt ott lenni, megismerni közelről a művészetet munka közben. Első világunk kiállítás nyílt ma itt. Mit kell tudni erről a közösségről? Hát a legkülönbözőbb korú és a legkülönbözőbb indítatású emberekről van szó, akik a Kendi Majori művésztelepen jöttek össze, és ismertük meg egymást különböző időben, különböző festőművisek kurzusain. És így indult ez az ötlet, hogy kellene egy közös kiállítást rendezni. Van közöttünk ez az ismertetőben kiderült pedagógus, üzemmérnök és a legkülönbözőbb foglalkozású emberek, akik ki előbb, ki mint én később nekilát és teszi a dolgát, tanul, fejlődik egymástól, sokat tanulunk, beszélgetünk, ötleteket adunk, kritizáljuk egymást, és ettől alakul ki az, ami itt most látható. Mondhatjuk akkor, hogy van azért a csoportnak egy dinamikája, arra van-e lehetőség, hogy mondjuk egyidejűleg alkossanak akár Kendi Majorban nyáron, amikor van ez a kéthetes művésztelep? Biztosan, illetve ez tulajdonképpen működik is. Foglalkozunk azzal a gondolattal, hogy valahol együtt tudjunk dolgozni az év különböző időszakaiban, ki mikor ér rá, azért, hogy gondolatot tudjunk cserélni, és tudjunk egymással kommunikálni. Ön tudna esetleg említeni egy konkrétumot, hogy mi az, amiben a többiek tudtak segíteni önnek, vagy ami az ő hatásukra változott meg az ön festészetében? Az absztrakt irányzatot mindenképpen nekik köszönhetem. Ők főleg azzal jeleskednek, és egy kicsit kedvet is kaptam tőlük is, és a Kendi Majori hát művészektől természetesen, de ők vezettek egy kicsit ebbe az irányba. Szabó László azt mondja, amikor fest, megszűnik körülötte minden. A zenét azt hallgatom, komoly zenét imádom. Őt se hallom, a zenét se hallom, de dolgozom, és akkor megszűnik a világ. Én azt hiszem, hogy vannak előnyei és hátrányai annak, hogy az ember elér egy bizonyos kort. Azt hiszem, ha jóval korábban kezdem, hiányzott volna az az élettapasztalat, ami ahhoz kell, hogy az ember hát
amatőr módon is, de azért ilyen képeket vagy alkotásokat tudjon létrehozni, produkálni. Az alkotó nem csak belső világából merít ihletet, van, hogy a nagyvilág történése is festésre ösztönzik. Ha ismerik azt a történetet, ami a volt Szovjetunióban egy gáz kitörés alkalmával történt, ha jól tudom, Türkmenisztánban a mai napig nem sikerült elfojtani azt a tüzet, ott egy ilyen szerű gödör ég és lángol és forrong, hát ez adta az ötletet, de mint minden ilyen absztrakt alkotás, improvizáció, menet közben alakul. Nem úgy indult, hogy ebből a polgból kapuja lesz. Ez úgy menet közben jött, és amikor úgy kezdett alakulni, hát akkor azt mondtam, hogy akkor legyen a pokolkap, és akkor már így teljesedett ki. A mindennapok az alkotás jegyében telnek Varga Bíbel József számára is, aki amúgy tetoválóként dolgozik. 25 éve már ezt csinálom. Ott igazándiból valamilyen szinten kötve vagyok, mondhatom a művészethez, mivel a vevők találják ki a témát nagy többségében. Itt viszont igazándiból én találom ki a témát, ebből adódóan mégsem találom ki, mert teljesen adhok jelleggel elkészítek egy vásznat, egy alapot, és arra egy speciális technikával véletlenszerűen viszek fel egy alapmintát, amit elkezdek kidolgozni. Tehát az elején nem is tudom, hogy mi lesz belőle. Nem nagyon festek, mert realisztikát, ugyanis a munkám folyamán főleg realisztikus ábrázolást csinálok ugye emberi bőrre. Otthon ugyan vannak családom belüli portré festményeim, de igazándiból azokat csak úgy kertelésben, meg saját magam szórakoztatására csináltam, tehát nem ezt szeretném megmutatni magamból. Igazándiból mindig elgondolkodtam azon, hogyha már festek, hogy nem csak magamnak festek, hanem hogyha valaki nézi a képeimet, ez mit adjon neki. És én úgy gondolom, hogy legyen egy olyan alkotás, amire, hogyha minden nap ránéz, mindig találjon benne valami újat, valami aktualitást. Ugye az élet napról napra változik, ugyanúgy az én képem is attól függ, hogy milyen aspektusból nézed. Számomra egy csendélet lehet csodálatos, vagy nagyon szép, de az akkor is csak egy szép virágot ábrázol, vagy valami más hasonlót. Igaz, hogy itt én nekem is az alkotásom, amelyik a kedvencem, az a kakas, az is tulajdonképpen a kakasban nem lesz alma, de a kakasnak a szárnyaiban, illetve minden másban lehet apróságokat találni, ugyanúgy a strukturális háttérben, mindenben. Hát úgy gondolom, a színekre visszatérve, viszont általában ugye szürke és a szürke árnyalatait használom, ebben próbálnék rávilágítani arra, hogy a világon kezd elszürkülni teljesen, vannak a szürkének épp a árnyalatai, viszont egy-egy kontrasztszint mindig használok, ami nagyon erősen, aktívan ott van, jelen van a képen, amivel azt szeretném sugallni az emberekbe, hogy azért ott van az életünkben a színvilág, csak meg kell találni. Rajztanári diplomamunkáját selyem festésből készítette Teveliné Rezsőfi Gyöngyi, aki az Ősz András galériába is elhozott néhányat különleges alkotásaiból. Ez a festőkör teljesen új számomra, ugyanis gyakorlatilag én selyem festészettel most már több mint 11 éve foglalkozom, és ugye ki is állítom a munkáimat. A Fonyódi Sirályártnak vagyok nagyon régóta a tagja, velük van inkább egy ilyen inspiratív hangulat. Ezzel a festőkörrel gyakorlatilag most kezdjük a munkánkat, hiszen nyáron hoztuk létre, Kendli Majorból indult ki az egész, hiszen tulajdonképpen amellett, hogy én ugye selyemekre festek, úgymond megcsapott az olajfestéknek az illata is, és nyaranta eljárogatok én is Kendli Majorba, és festegetek olajképeket, és ott ismerkedtem meg a társaimmal, onnan jött az ötlet, hogy hozzunk létre
egy olyan festőkört, akik közösen kiállítják a munkáikat, illetve későbbiek során akár közös alkotó tevékenységet is folytatnak, egymást segítve, támogatva. Miben más iskolában tanulni a festészet csínyát-bínyát, mint egy ilyen alkotó közösség berkein belül? Teljesen más. Én ugye, mint rajztanár is állíthatom azt, hogy teljesen más a hangulat. Nagyon kellemes. Most pont a hétvégén volt részem egy olyan festőkurzusban, amikor is, mint korrepetitor tanár vettem ugyan részt ezen a kurzuson, egy nagyon jó nevű festőművésznő tartotta, és ami nagyon-nagyon tetszetős, kellemes és kreativitást adó volt az egészben, és meglepő számomra is, hogy a gyakorlatilag 8-10 éves gyerekektől a 71 néhány éves felnőttekig mindenki együtt volt, és ilyenkor megint csak eltűnik a rang, eltűnik az életkorbeli különbség, eltűnik az iskolázottságbeli, egyéb iskolázottságbeli különbség, és az emberek egyforma intenzitással, örömmel, boldogsággal látnak a munkához, és tulajdonképpen ez a legfontosabb az egészben. Elmondanám még talán azt is itt mellesleg, hogy nem csak esztétikai jelentősége van a hernyósejemnek, nem csak érzelmi jelentősége, de még egy gyógyító hatása is van, hiszen nem csak az anyagnak a jellege, hanem az anyagra felvitt színeknek a hatása, az egy érzelmi és egy egészségbeli változást is képes létrehozni az illetőben. Dallam. Idén ünnepelte 250 éves fennállását a Batthyány Lajos Gimnázium. A jubileumról számos programon, többek között a Zenevilágnapján is megemlékeztek. Hová tűnt a sok virág? Mely a hilt a réten? Hová tűnt a sok virág? Vélük mi lett? Hová tűnt a sok virág? Lányok tépten bokrétát, ó, mond, ki érti ez? Ó, mond, ki érti ez? Örülnék, ha nem csak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is. Valószínűleg valóra vált egy darabka Jódi Menyuén álmából a minap. Ő volt az a hegedű művész, aki 1975-ben indítványozta, a sok világnap között legyen egy olyan is, ami a zenéről szól. Ez a nap október 1-e lett, ezt ünnepelték a BLG-sek is. Szerettem volna nagyon emlékezetessé tenni, és a gyerekekbe egy kicsit tényleg belesújkolni, ez egy nagyon fontos nap az életünkben, hogy annak kéne lennie. Hát másrészt pedig ugye a tavalyi tanévben összeült egy stáb az igazgatór vezetésével, és ötleteltünk, hogy mik legyenek. És akkor mondtam, hogy hát akkor talán legyen egy olyan, hogy sok minden 250-es dolog történt, akkor legyen egy olyan, hogy 250 dallam. Tehát nem csak dal, hanem instrumentális zenék, komoly zene, könnyű zene, kis együttes, nagy együttes, szólók, triók, kvartett, itt minden meg fog szólalni, eddig is, eztán is. A gerincét az énekkar képezi. Na most az a lényeg, hogy akkor 250 dallam szólaljon meg. Egyetlen kritérium van, hogy igényesen szólaljon meg az igényes zene. Nagyon jó kezdeményezés, ha bár ugyanakkor nagyon nehéz és nagy kihívás is mindenkinek. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy összehozhassuk ezeket a számokat. Iskola után sokszor összeültünk és gyakoroltunk, próbáltunk, agyaltunk, hogy mégis mit énekeljünk, hogy minden stílusból, a népdaltól elkezdve a modern számokon keresztül régi pop számokat, retro számokat is bevehessünk a 250 számba. Yeah.
15-20 dalnál tartok. Ugye felosztottuk, hogy ki miket énekel, ugye a BLG-ben is nagyon sokat énekelt, és énekórákon is a tanárok sokat énekeltettek a diákokkal, de a felén már biztos vagyok benne, hogy túl vagyunk. Neked melyik produkciók tetszettek eddig a legjobban? Ez egy nagyon nehéz kérdés, természetesen nagyon szeretem azt is, amit mi csinálunk. Mivel hogy lényeges, hogy szeressük, amit csinálunk, de a BLG-ben is rendkívül jó számokat játszik. És én a népdalokkal is el vagyok, szóval így minden, minden. A már sokat emlegetett BLG-ben az örök megújulás jegyében teremtett ezúttal is fergeteges hangulatot a diákok körében. Most vagyunk végzősök, van köztünk ugye egy 9-es. Igazából ez a formáció már több mint 3 éve működik, csak mindig más néven futunk igazából, hát a Helikon vagy éppen egy iskolai rendezvény alatt újra-újra formálódunk. Általában a tagok mindig ugyanazok, a számok egyébként különbözőek. Amit mi hallhattunk legutóbb, az két egészen ellentétes stílusnak az ötvözése volt. Foglalkoztok ilyesmivel amúgy is? Igazából nekünk volt egy ilyen alapötletünk, ez most csak úgy jött spontán, mert táborban előjött az ötlet, hogy mi lenne, ha. Igazából mi a pop számoknak a ska-ba való feldolgozásával foglalkoztunk régebben, 1-2-3 szám erejéig, viszont ez teljesen spontán, ez teljesen újszerűen jött, ez most nagyon újítás volt úgymond. A mi köreinkben is. Énekes. Én zenészként kijártam a zeneiskolát ugyebár, és tehát nekem abszolút a baráti és egy közösséget alkotunk így, mi 5-6-an, és igazából a közös zenélés az, ami ugye megadja az alapját ugye itt mindennek. Én nagyon szeretek ebben a formációban játszani, igazából a 3 év alatt mi egy olyan szoros baráti társaságot alkotunk, akik néha csak úgy összeülünk egy-egy szám erejéig, és elgyemmelgetünk, és örömzene, és igazából ennyi a lényege. Töltöttél az énekkarban, számodra mit adott egyfelől az, hogy egy ilyen közösség része voltál, másfelől az, hogy az éneklés intenzív szerepet játszott az életedben? Nekem mindig is nagy szerepet játszott az éneklés az életemben már kislánykorom óta, és hatalmas élmény volt, hogy csatlakozhattam a Virág Benedek ifjúsági vegyes karhoz. A Helikonok is mind-mind nagyon nagy élmények, most az Európa Kántáton ugye voltunk Pécsen, ez is rendkívül jó program volt, és egy hatalmas nagy közösséghez, egy családhoz tartozhatom ezáltal, és ez nagyon jó. Köszönjük!
énekkar énekelt a repertoárjából eddig is sok mindent. Európa kantáton tanult, afrikai daloktól, a Pataki Diák dalon keresztül, aztán énekelt az énekkar mai magyar popdalokat is, fél playback, természetesen jó zenei alapokra tudjunk énekelni. Aztán voltak fuvolisták, volt gitáros, népdalok hangzottak el, és hát az igazság, hogy már énekórán is készültünk erre, hiszen bizonyos osztályokkal, akikkel a kolléganőmmel, Bagarosné Szabó Katival, és jó magamnak voltak óráink, bizony-bizony ennek egyében teltek el ezek az órák, és így aztán gyűltek a dalok darabszámra. Jelen pillanatban nálam körülbelül olyan 100 darab jött eddig össze reggel óta, Katiét még nem tudom mennyi, körülbelül mostanában fogjuk majd összevezetni. Hát remélem, hogy közép-délután tájára olyan 4-5 óra felé meg lesz a 250, de ha még lesz produkció, nem fogunk leállni, és hát addig fogjuk nyomni, amíg jól érezzük magunkat, hiszen a zene az mindenkié. Az énekes produkciók mellett hangszeres játékok is színesítették a 250 dallam programját, melybe klasszikus és kortárs művek egyaránt belefértek. Városunk két gimnáziuma a 250 éves fennállását ünnepelte 2015-ben, addig a Hevesi iskolában működő galéria is fontos mérföldkőhöz ért. Immár negyed évszázada teszik emlékezetessé az ott töltött diákéveket a hónapról hónapra megrendezett kiállítások. A Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában mutatkozott be festményeivel Zala megyében először Kisnébrecek Margit budapesti festőművész. A szezonnyitó tárlat meglehetősen rendhagyó módon, tanévnyitó ünnepséggel egybekötve nyitotta meg kapuit. Kiállítás a Hevesi Galériában. Az évszám 1999. Nagyon szeretnék még rengeteg mindent felfedezni. Ahogy a Lengyel István tanár úr is mondta, hogy keresni indul, én még most is keresni indulok. Szóval szeretnék minél több technikával, minél jobban, minél több mindent megmutatni embereknek. Visszapillantva a galéria elindulása óta eltelt időszakra, talán arról is képet kaphatnánk, milyen új hajszálerezetek jelentek meg azon, amit összefoglalóan kortárs magyar művészeteknek nevezünk. Ami azonban biztosan nem változott, az eszmeiség, mely a galériát annak idején létrehozta. Itt volt egy nagy iskolai aula, egy mondhatjuk modern iskolában. Legelőször még ez a fal, amelyik itt van mögöttünk, ez nem létezett az iskola átadásakor, de azért, mert rengeteg gyerek, több mint 900 gyerek járt ide először az iskolába, ezt a falat is le kellett zárni, hogy mögötte osztálytermeket hozzanak létre. Most maradt már egy kisebb aula, ami viszont semmire nem volt jó azon kívül, hogy itt reggel bejöjjenek a gyerekek az iskolába, és hogy ezen menjenek keresztül ebédelni az udvarra és ide-oda. És azért nem volt jó semmire, mert a több mint 600 tanulóit az ünnepségeken nem fért el, azt a tornateremben kellett tartani, és ezért ennek az aulának a falait elkezdtük használni arra, hogy a gyerekek alkotásait raktuk ki, az iskola hirdetéseit raktuk ki, és ilyenekre. És aztán egyre többször volt olyan, hogy annyi alkotást kellett kirakni a gyerekektől, hogy meg kellett gondolni azt, hogy rendezzük át valahogy úgy ezt az aulát, hogy a falain olyan tárlók, olyan paravánok, olyan felrakható helyek
alakuljanak ki, amiben könnyebben fel tudjuk tenni ezeket az alkotásokat. A galéria hely kihasználása egyre praktikusabbá vált, ez pedig lehetővé tette, hogy az iskola tanárai bemutassák, milyen hobbit űznek, vagy mit alkotnak szabad idejükben. Később aztán bővült a kör. A szervezők a városban és a környéken élő művészeket kérték fel kiállításra. 1990 volt az az időszak, amikor ez úgy rendszeressé vált, hogy már havonta tartottunk kiállítás megnyitókat. Ezeken a megnyitókon aztán természetes volt az, hogy a képzőművészet vagy a különböző kirakott gyűjtemények mellé oda kellett sorolni a művészeteknek a többi ágát is, a zeneművészetet, a táncművészetet, az előadó művészetet, a verseket, hogy minél jobban rá tudjuk hangolni az itt megjelenő közönséget a galériának a kiállításaira. A műsor elsősorban a mi kedves közönségünknek szól, nektek gyerekeknek. Voltak olyan csodálatos neves művészek, például említhetném akár a Csótár Rezsőt, akinek a 60. születésnapi kiállítását rendezhettük, vagy a Dudás László Munkácsi díjas bélyek tervező grafikust, vagy akár a Kossuth Tivadar vajdasági festőművészt, vagy a Tóth Pista bácsit, a világ egyetlen élő Oscar díjas fotoművészt, aki akkora közönséget vonzott, hogy már alig fértünk el a galériában a felnőttekkel is, mert bizony néha egy-egy megnyitón az természetes, hogy most már nekünk természetes, hogy 250-300 gyerek is részt vesz, de az, hogy 150-200 ember részt vegyen, felnőtt, ez a galériákban nem természetes. Művészek is olyan lelki töbletet kaptak itt a galériában. A rácsodálkozó, pontosabban a műveikre rácsodálkozó gyermekszemektől és a gyerekek lelkének áradásától, hogy már nem nekünk kellett szervezni azt, hogy kiknek rendezzünk kiállításokat, mert a művészek egymásnak adták a kilincset. Például a sorozatra, hogy Zsila Sándornak és dr. Vizúr János fotoművészeknek rendeztünk kiállítást. Ők elmondták Tóth Pista bácsinak, hogy milyen kiállítás volt itt, de már közben meghallotta Dudás László is, akkor Dudás Lászlónak is rendeztünk itt egy kiállítást, aztán utána a Tóth Pista bácsinak, majd hát Cegléden ugye az Apáti Tóth Sándor Balázs Béla díjas fotoművész is hallott a dologról, mert elkísérte Tóth Pista bácsit, akkor utána neki is, és ez így megy most már, hogy a művészek jelentkeznek, és mi pedig nagy örömmel fogadjuk őket, mert a gyerekekre a képzőművészeti alkotások, a kiállított gyűjtemények fantasztikus hatással vannak. Hogyha éppen az átrendezés miatt egy vagy két napig nincs kiállítás, türelmetlenné válnak, nem találják a helyüket, nincs mit nézni. Természetesen ehhez kellett olyan segítség, mint amilyen Árvani Szabó Judit kolléganő, de hát a többi kollégának a segítsége nélkül sem mennének ezek a megnyitók, hisz utána még ő rajtuk múlik az, hogy abból a látványból, amit itt a gyerekek magukba szívnak, abból mit használnak majd fel a többi órán, a magyar órán, a történelem órán, a rajzórán. És hát sorolhatnám a többi órát is, ezért mondom azt, hogy a kollégák nélkül nem alakult volna ki ez a csodálatos gyerektársaság, amiről Polányi Julianna festőművész a következőt mondta: Hevesi Sándor általános iskola galériája egyenlő, sok kis apró gyermek, akiknek természetes a művészet szeretete. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb dicséretet egy galéria nem kaphat. Ezt a mostani kiállítást úgy terveztük meg, hogy az évek során, pontosabban a negyedszázad során, ezekből az
alkotásokból, pontosabban az itt kiállító művészektől nagyon sok alkotás itt maradt Kanizsán. Egyrészt nagyon sok alkotást kapott az iskola ajándékba. Ezek az iskolának a különböző termeit, folyosóit díszítik, így adódott a lehetőség, hogy hát gyűjtsük most egybe őket, hogy lássák a gyerekek is, hogy mi van itt. És hát megkértük a nagykanizsai gyűjtőket is, hogy tegyék meg nekünk azt a szívességet, hogy az általuk megvásárolt, a hozzájuk került művészeti alkotásokból bemutathassunk itt egy csokorra valót. Nos, ez olyan jól sikerült, hogy 71 alkotónak, művésznek az alkotásait tudtuk bemutatni. Ebben a sorozatban vannak festmények, olajfestmények, akvarellek, vannak fotóművészeti alkotások, vannak népművészeti alkotások, mind itt mellettem, vannak iparművészeti alkotások, mint a Cliff Boyce angol iparművésznek a gyertyái, de vannak szobrok is, mint Bognár Lászlónak a szobrai, vagy Ludwig Danielnek a szobra, Vanyur István szobrászművésznek a szobra, vagy itt van például a kezemben a most kerül majd Kanizsára egy szobra a Gera Katalinnak, és ez a Gera Katalin kiállításáról itt maradt kis plakettterv. Egy születésnapról persze nem hiányozhat sem a torta, sem a jó kívánságok. Kívánalmam az már úgy néz ki, hogy talán kezd teljesülni, mert az első kívánságom az, hogy ne szűnjön meg a galéria. De ezt nem csak a mi galériánknak kívánhatom, mert hála Istennek Nagykanizsán lehet, hogy talán picit ennek a galériának a kitartása és a példája alapján, de ma már Nagykanizsán 6 általános iskolában van galéria, az összes középiskolában van galéria, az egyetemen, de segítettünk létrehozni például Miklósvai Mindenki háza galériáját, vagy akár Borsfán a Kápolna galériát, a Szentháromság Kápolna galériát, és én azt kívánom, hogy ezek a galériák éljenek tovább, éljenek meg még sok 25 évet. A fázós és ködös téli éjszakákon nincs is jobb hangulatfokozó, mint egy kis autentikus kubai zene. A következő percekben ez következik a Habana Social Club jóvoltából, mely novemberben látogatott városunkba első európai turnéjának részeként. A zene a válasz az élet nagy kérdéseire Kubában, és erről azok is meggyőződhettek, akik ellátogattak a Habana Social Club nagykanizsai fellépésére. A hideg téli éjszakák hangulatát percek alatt felettette a latinos temperamentum. Yo soy un heredero de los 50 años que tiene esta agrupación Habana Social Club. Jó magam, örököse vagyok az 50 éve működő Habana Social Clubnak. Folytatjuk a hagyományokat, amelyeket örököltünk. Amit csinálunk, az a ránk hagyott zenei hagyományok újjáélesztése. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő, jelenleg 11 fős együttes első ízben hagyta el Kubát, hogy Európa szerte elsőként Magyarországon mutassa meg zenéjét. Yo espero lo mismo que he encontrado en los lugares más grandes. Ugyanazt szeretném itt is, mint bárhol másutt a világon, hogy a magyar emberek legyenek vidámak. Akár kisváros, akár nagyváros az, ahol játszunk, az érzések mindenhol ugyanazok. A magyar nép csodálatos. Boldog vagyok, hogy zenélhetünk nekik. De estar dándole este concierto al pueblo húngaro. A
Szigetország zenéjét az évszázadok alatt számos hatás érte, kezdve a spanyol hódítók pengetős hangszereitől, a Nyugat-Afrikából behurcolt rabszolgák énekein át, egészen az amerikai felszabadítók által kedvelt jazzig. A magyarok zenéjét nem igazán ismerem, de amit hallottam, az inkább a klasszikus zenei hagyományokra utal. A kubai zene viszont a jazz műfajából táplálkozik inkább. Ezért is jöttünk ide, hogy megismertessük a zenénket itt és az egész kontinensen. A mi muzsikánkat igazán könnyű befogadni és megszeretni. Legalábbis ezt tapasztaljuk, hiszen rengetegen jönnek a koncertjeinkre, ahol szemmel láthatóan mindenki nagyon jól érzi magát. A Habana Social Clubot a legendás Buena Vista Social Club 2014-es visszavonulása óta még nagyobb figyelem övezi hazájában. A magyarországi fellépések szervezője Molnár Máté szerint a zenekar játéka hűen tükrözi a kubai mulatok forró, szivarfüstös éjszakáinak hangulatát, valamint a Szigetország lakóinak élet és zene szeretetét. Bueno, el secreto está en que supe escoger bien las piezas. A titok szerintem abban rejlik, hogy a különböző zenei egységek hogyan tudnak egybeforni. Nagyon jó zenészekkel dolgozom együtt, olyanokkal, akik komoly szakmai tudással és kiváló zenei ízléssel rendelkeznek. Van olyan köztük, például Alberto, aki a kezdetektől a társam, de az együttesben találhatóak fiatalok is, akik nagyon törekvőek és remek zenei ismeretükkel, ízlésükkel, friss vért hoznak a formációba. Bueno, los planes que tenemos es primero. Ami a terveinket illeti, először is szeretnénk befejezni ezt a körutat, eljutni mindenhova. Majd hazamegyünk Kubába, de nem sokára visszatérünk ide Magyarországra és még sok egyéb helyre, amit a menedzsereink már javában szerveznek. Hacer una gira en Hungría. Kedves nézőink, ezzel mai magazinunk végére értünk. Karccal legközelebb, 2016-ban várjuk Önöket. Addig is vidám szilveszter estét és boldog új évet kívánok Önöknek. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.